szeretett családtag elvesztése mindig mély fájdalommal jár. Szülő, nagyszülő vagy testvér halála olyan sebeket ejthet bennünk, amelyek soha nem tűnnek el nyomtalanul. Legfennebb csak megtanulunk ezekkel élni. Nincs a gyásznak egy egyetemes fokmérője, hiszen mindenki másként éli ezt meg, de talán semmi nem jelenthet olyan súlyos terhet egy embernek, mint a saját gyermekének az elvesztése. Nem csak akkor, ha egy kisfiú vagy kislány már évek óta jelen van az anya-apa életében, hanem akkor is, ha alig néhány hetes magzatként jelezte érkezési szándékát, vagy újszülött kisbabaként köszönt rá a világra. A szülő számára a veszteséggel való szembesülés, a feldolgozás, a továbblépés a nagyon korai életszakaszban is emberpróbáló feladat. Akkor is, ha az anya teljes lényével várt a gyermeke érkezését, és akkor is, ha ő maga döntött annak meg nem születéséről. Miért van ez így? Mai műsoromban egy kiváló szakembert kérdezünk mindenről. Zinger Magdolna gyászterapeutát köszöntjük nagyon sok szeretettel itt a Zebrán, a gondolatok átjáróján, és hát nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szerbusz. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Üdvözlünk mi is a műsorban. Nos, ugye a felvezetőben említettük, hogy a gyásznak nincs fokmérője, nincsenek különösebb szabályok ugye arra vonatkozóan, hogy ki milyen mélységgel, milyen intenzitással éli meg a szerettei elvesztését, hiszen a fájdalom talán minden tekintetben elviselhetetlen. És valószínű, hogy abban nagyon sokan egyetértünk, hogy különösen akkor, hogyha egy szülő veszíti el a gyerekét. És akkor én, Magdolna, téged kérdezlek, ugye itt a műsor előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk a te kérésedre, úgyhogy át is adom neked a szót. Te hogy látod ezt? Igen, ez igaz, hogy a gyermekvesztés köztudottan talán az egyik legtragikusabb veszteség. Ellenben a magzatvesztésre nem úgy tekint a közvélemény, a környezet, nem ugyanolyan súlyos, sőt, kifejezetten egy ilyen jogfosztott gyász, mert hogy úgy vélekednek az emberek, hogy majd jön egy következő. És logikusan igazuk is van, mert mondjuk fiatal párról van szó, valóban a legtöbb esetben sikerül egy gyermekáldással boldog családot alapítaniuk, viszont megfosztódnak attól, hogy nekik joguk van elsiratni ezt a babát, joguk van megélni a gyászt, és a környezet, mivel nem fogadja ezt el eléggé, ezért sürgetik is, hogy miért vagytok még ilyen állapotban, lépjetek már előre, és ez bizony megnehezíti az ő gyászukat is, meg sőt, még szégyennel is jár, mert elhiszik sokan, hogy tényleg már nem itt kéne tartanom, tényleg lehet, hogy velem van a baj, de ez nem így van, mert igenis egy magzat elvesztése is komoly fájdalom. Akkor ezt egy picit, itt nagyon sok minden kulcsszó elhangzott, picit bontsuk részeire, és nézzük meg először azt a szegmensét, amikor az anya tőle független okból veszti el a gyerekét, akár szülés előtti vetélés során, akár rögtön szülés után. És az lenne a kérdés az anya szemszögéből, hogy mi játszódik le ilyenkor egy anyában, hogyan éli meg, vagy egyáltalán hogyan éli túl, ha mondhatjuk. Akkor, hogyha ő válik meg, tehát, hogy most beszéljünk előbb arról, hogy egy művi abortusz esetében? Hát ez nem, is nagyon egyéni. Hogyha nem? Tőle független az a helyzet. Jó, tehát egy vetélés során. Vetélés. Igen. Vagy születés után rögtön a baba meghal. Igen. Ezt hogyan dolgozza fel? Ez is szintén nagyon egyéni, mint ahogy itt a felvezetésben szó volt róla, és nagyon sok mindentől függ. Függ például attól, hogy van-e már gyermeke, mert azért mégis más, hogyha egyszer már sikerült neki, akkor van egy kapaszkodója, míg hogyha először, vagy ne adj Isten, ismétlődő vetélésről van szó, vagy halálesetről, akkor nem tudja nagyon éltetni magában azt a reményt, hogy de majd egyszer lesz neki egészséges gyereke. Tehát függ attól tehát, hogy van-e már gyermeke, függ a saját személyiségétől, hogy milyen az ő megküzdő képessége, függ a környezet támogatásától, hogy mennyire fogadják el ezt, mennyire vonja körül a támogató légkör, vagy ez a megtartó erő. Uh-huh.
És hát számtalan dologtól függ még, hogy milyen mélyen éli meg, és milyen hamar épül fel. Ilyen esetekben, ilyen veszteség során mennyire gyakori, hogy az édesanyák önmagukat hibáztatják, hogy ez meg kell, hogy ez megtörtént? Azért is mosolygok, mert egy szülésznőgyógyász mondta erre, hogy egyszerűen mindenért hibáztatják magukat, hogy túl sok narancsot ettem, meg túl keveset, meg szedtem magzatvédővitamint, amit meg nem szedtem, túl sokat dolgoztam, túl sokat sportoltam, nem mozogtam, tehát hogy egyszerűen mindig találnak valami okot arra, hogy önmagukat hibáztassák. És sajnos ez elég sokáig kíséri is őket a gyász folyamatában ez a súlyos bűntudat. Meg hát egyéb érzések is, nem tudom, arról is beszéljek-e, hogy milyen érzések kísérik. Abszolút, sőt. Mindenképp, igen. Igen, tehát hogy kudarcnak élik meg, hiába önhibájukon kívül, hogy nem vagyok képes anyává válni, nem tudom a férjemet megajándékozni, vagy a társamat egy kisbabával, vagy az anyukámat unokával. Tehát egy ilyen kudarc élmény, de egyébként a férfiak is átélik, hogy nem tudtam apává válni. És hát akkor ilyenkor azt látják, hogy mindenkinek van gyereke, bezzeg a sógornőmnek már három is, meg a barátnőknek is, és mindenkinek, csak én vagyok ilyen szerencsétlen. Tehát ez egy nagyon súlyos kudarc, szégyen érzettel is jár. Aztán olyan meglepő, vagy nem tudom kinek mennyire meglepő, de hogy például gyűlöletet éreznek kismamák iránt. Ezek mondjuk nem azt jelenti, hogy mindenki kivétel nélkül, de hogy igencsak jellemző, hogy még sokan a legjobb barátnőjükkel sem szívesen találkoznak, aki éppen várandós. Aha. És akkor ez szégyellik, mert hogy ésszel, racionálisan belátják, hogy hát ez egy önző vagy értelmetlen érzés, de hát nem tudnak tenni ellene. Itt említett... Haragot is éreznek... Igen, 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 hallgatom. Haragot érezhetnek, jogosat is akár, mert nem úgy bántak velük, vagy vele a kórházban az édesanyja, de akár bárki alkalmas bűnbakképzésre. Itt említetted a felsorolásaidban az apát is egy adott ponton, és meg is ütötte a fülem, mert sokszor nem vizsgáljuk meg arról az oldalról, de mi van akkor, hogyan éli meg az apa a várt gyerek meg nem születését, vagy elvesztését? Tehát biztos, hogy vannak különbségek a gyász folyamatában az apa szemszögéből. Igen, és örülök, hogy a férfiak is itt szóba kerülnek, mert hogy nagyon súlyosan meg tudják élni ezt, csak másképp nyilvánul meg sokszor, tehát nem ugyanúgy, nem olyan reakciókat adnak, mert a nők bátrabban sírnak, meg bátrabban kifejezik az érzéseiket, meg fordulnak a barátnőikhez, a férfiak pedig inkább zárkozottak, és mondjuk úgy nyilvánul meg, hogy ingerültségben, a munkahelyen türelmetlen, a munkaképességük csökken. Meg hát jellemzően ők nagyon igyekeznek segíteni a párjuknak, mert úgy vélik, hogy hát mégiscsak a fő gyászoló az édesanyja, hiszen az ő méhében növekedett ez a baba, és akkor nagyon-nagyon igyekeznek támogatók lenni, hogy meg hát van is egy társadalmi elvárás, hogy a férfi tartsa az erős, széles vállát. És akkor ők próbálnak ennek megfelelni, és ennek súlyos következménye van, tehát megisszák a levét ennek, aki így próbál, mert hogy ahhoz, hogy ő erős legyen, és tudjon támogatást nyújtani, ahhoz elnyomja a saját érzéseit. És akkor ekkor jön az, hogy más ereken elszivárog, és akkor egy kiszivárog, és akkor ilyenkor jön az ingerültség. De nagyon fontos, én azt látom, hogy minthogyha változóban lenne ez, mert egyre többen, akik jönnek hozzám, elsősorban az anyák jönnek, de amikor én próbálok abban segíteni, hogy ne vegye zokon, hogyha a férje nem ugyanúgy, hanem ilyen, mintha mi se
történt volna, úgy viselkedik, mert hogy csak neki próbál segíteni, akkor mindig csóválják a fejüket, hogy de nem, hát ők összekapaszkodnak, a férje is sír, és hogy igenis képesek egymást támogatni. És szerintem van egy ilyen jó változás már a Egyébként férfiak. Jó ezt hallani, és külön akkor beszéltünk a nőről is, a férfiról is, és tovább is vinném ezt a kérdést, hogy akkor bővítsük olyan értelemben, hogy ilyen vesztesség esetén hogyan alakítja akkor a nő és férfi, anya és apa közti viszonyt ez a helyzet? Hát sajnos van úgy, hogy szétdobja a párt egy komoly veszteség. Gyermekhalálnál nagyon-nagyon magas százalékban, de magzatvesztéskor is, meg újszülött halálkor is, hogyha viszont, hogyha meg túlélik, akkor meg sokszor egy életre szóló kapocs, ami inkább összetartja őket. Mi ilyenkor az, a nehéz? Hogy mitől van az, hogy szétdobja a párt? Hát nagyon sokszor, például a nő meg is tagadhatja mondjuk a szexualitást, lehet ez átmeneti időszak. A saját haragjait rávetítheti a férfire, a férfi és a nőre, tehát hogy nagyon megnehezíti ez az esemény. Milyen, én még egy picit így boncolnám, hogy mi történik ebben a fázisban, hogy szétmennek, vagy nincs megbocsátás, vagy önmaga irányába nincs elfogadás senkinek, így a másik irányába se? Nagyon-nagyon sok összetevője van, ez is az egyik, de az, hogy különböző iramban, vagy hogy mondjam, történik a feldolgozás. Tehát ez bármilyen családi gyász esetében a családokban ez megjelenik, hogy azt hinné az ember, hogy hát akkor összekapaszkodik a család egy komoly veszteségnél, és hát nem, mert inkább elszigetel sokszor a gyász, nagyon sokan magukban képesek inkább gyászolni, aztán más a ritmus. A egyik nap egyik kicsit beszédesebb kedve van, mármint a tragédiáról szeretne beszélni, de a másik meg pont aznap nem fogékony erre. És akkor fordítva, tehát hogy így olyan elcsúszások vannak, meg hát arról nem is beszélve, amikor egymást hibáztatják és felelősségre vonják fájdalmukban, ugye minden kicsúszik a szájukon, és mindenféle sérülések is történhetnek. Hát akkor mindenképpen mondhatjuk, hogy vagy megerősíti a kapcsolatot, vagy pontosan elgyengíti a kapcsolatot egy ilyen veszteség. Ez történik belül. Én most kicsit kíváncsi lennék, ha megvizsgálnánk ezt az egészet kívülről, a környezet szemszögéből, vagyis hogyan kell, ha egyáltalán van erre recept, vagy hogyan lehet viszonyulni, amikor találkozunk mi külső emberek egy ilyen gyermekvesztéssel. Mert így, ahogy mondtad az elején is, sokan mondják, még fiatalok vagytok, lesz még gyereketek, van még rá esélyetek. De néha azt gondolom, hogy ezt is azért mondjuk, mert nem tudunk reagálni a helyzetre. Hogyan kell, vagy hogyan lehet reagálni egy ilyen helyzetre? Egy gyászoló, vagyis nem is egy, már többen mondták nekem, hogy könyvet fognak írni, ilyen humoros könyvet, hogy mennyi butaságot képesek mondani az emberek jó szándékúan, és akkor vannak gyászolók, akik ezt nagyvonalúan kezelik, hogy elnézik, mert gondolják, hogy tényleg ez egy nehéz dolog, de van, akit meg nagyon felbosszant, mert tényleg vérlázító dolgokat képesek, hogy vegyél egy kiskutyát, meg ilyen hülyeségeket. Édes drága, és úgy persze, hogy ez azért nem lehet eléggé nagyvonalúan, de hogy mi segít, hát nincsenek kész mondatok erre, hanem egy együttérzés, empátia szükséges, néha csak hallgatás, néha csak vele lenni. De közben meg szintén egy gyászoló mondta, hogy hát igazából semmi se jó, hogyha van sapka rajta, az a baj, ha nincs sapka, az a baj. Mert hogy mesélte, hogy a községben, ahol lakik, akkor ott látták ugye nagy pocakkal, várandósan, és aztán pedig nem azt látták, hogy tolja a babakocsit, hanem nincs már pucak, de egyedül megy. És akkor mondta, hogy ha megkérdezték, hogy mi van, hát hol van a baba, akkor azért haragudott, ha
nem tették szóvá, akkor meg azért haragudott. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz. Én azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy tánc, hogy lép az egyik, mozdul valamit, és akkor mi is mozdulunk arra. Tehát, hogy figyelni kell a gyászolóra, hogy ő most éppen miben van, és hát ő is egyik nap igényelni azt, hogy felhívjuk telefonon, és érdeklődjünk, és másik nap meg nem. Egyébként a gyászolóban ez valahogy, vagy meg lehet határozni azt a pontot, hogy hol fordul meg, hogy ha felteszi a kérdést, az is baj, ha nem teszi fel, az is baj. Tehát hol van ennek a forduló pontja, amikor már mondjuk nem ettől függ, hogy ő hogy van? Egyébként sem ettől függ. Sokat jelent a támogatás. Tehát azt azért hangsúlyozom, hogy hiába nehéz, meg hiába mondja a gyászoló, hogy ez se jó, meg az se jó, valójában mégiscsak a környezet megtartása a legnagyobb gyógyító erő. És akkor itt rá is térhetünk arra, hogy mi minden segít. Tehát az leginkább a környezet, illetve a házaspár, ha sikerül nekik összekapaszkodni, de a barátok, a távolabbi családtagok is nagyon tudnak segíteni. Pusztán a jelenlétükkel, az elfogadással, hogy igen, ez egy nagy dolog, ami történt a pár életében, már az egymagában. Aztán hát vannak a sorstárs csoportok. Itt Magyarországon vannak úgy hívják a csoportokat, hogy vendégbabák csoportja, vendégbabák hozzátartozóinak, ugye, együtt férfiak, nők, párok vannak jelen, de tudok Erdélyben is egyébként ugyanilyen vendégbaba csoportok, Sepsiszentgyörgyön, meg nem tudom még mely városokban. De ha nincs ilyen csoport, akkor is lehet sorstárs csoportot találni. Az interneten vannak ilyen zárt csoportok, hát az nagyon nagy segítség, mert ő ugyanabban van, tehát a másik, azt mondjuk, hogy fél szavakból megértik egymást, rezonálnak egymásra, hogy amit te érzel és kifejezel, pont én is abban vagyok. És akkor segít még ezen kívül a támogatás, az emberi jószón kívül lehet olvasni szakirodalmat, ide vonatkozó szakirodalmat, aki erre fogékony, lehet spirituális irodalmat is, hogy ez nagyon sokszor megjelenik, hogy ez a baba, volt ennek a babának valami küldetése, miért jött ide. Tehát aki ebben hisz, annak picivel könnyebb, egy kicsit hajszálnival könnyebb. És akkor ami még segít, hogy általában, tehát vetéléskor nincsen temetés, és ha a kisbaba születik, akkor sem, tehát ha megszületik, akkor sem mindig, mert van, amikor a kórház. Tehát, hogyha élve születik meg, akkor jogszabályilag a szülőpárnak kell gondoskodni a temetésről, de hogyha halva születik a baba, akkor választani lehet, hogy a kórház. És akkor legtöbbször tehát nincsen egy temetés, nincs egy búcsú, és ilyenkor ilyen pótrítusokat szoktunk javasolni, hogy legyen valamilyen megemlékezés, akár ültessenek egy fát, vagy bokrot, vagy csónakot, papírcsónakot engedjenek el a vizen, hát ilyesmit, vagy kreatívan valamit találjanak ki. És hogy látod, hogy mennyire nyitottak? Tehát terapeutaként találkozol sok helyzettel. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy így most 2020 van, mennyire nyitottak az emberek ezekre, hogy az elengedésnek adjunk gesztust, adjunk formát, hogy ez... Hát kicsit egyoldalúan látom, mert aki eljön hozzám segítséget kérni, ők nyitottak erre. Igen. Tehát, hogy inkább azok, akik nem keresnek segítséget, hanem próbálnak gyorsan például egy másik babát, azonnal egy másik babát, mert azt remélik, hogy akkor majd az enyhíti a fájdalmat. Sokszor orvosok is ezt javasolják. De akik eljönnek hozzám, az ilyen ezó dolgokra is nyitottak, hogy nem tudom én, lufit engedjünk az égbe, ráírva, hogy nem tudom a nevét a kis babának.
vagy az, hogy ültessünk. Tehát ezekre nyitottak. Sőt, még arra is nyitottak, amikor én azt szoktam mondani, eljön egy anya, és az első babáját elvetélte, mondjuk 25. héten, és akkor én azt mondom, hogy ez a kisbaba, ez a gyermek anyává tett be téged, és szülővé tett benneteket. Hát ugye ez elég vakmerő kijelentés, és annyira boldogok ettől, azt szokták mondani a nők, hogy ők így érezték, de nem merik ezt mondani, hangsúlyozni, mert hát ugye mást gondol a környezet erről, egy vetélésről. És hogy ő is, és a férje is tulajdonképpen így érzik. Én azt kérdezném meg, hogy mennyire fontos ennek a veszteség kapcsán, az elfogadás, az elengedés kapcsán, hogy akár szakemberhez forduljunk. Mert ugye van egy út, akik elmennek, akik felismerik, hogy szükség lehet, és vannak, akik nem. Ezt mennyire ajánlod, hogy akár szakemberhez is forduljanak? Nem kell feltétlenül, mert hogyha egymástól megkapják a támogatást, tehát a környezet, a barátok, a társ, akkor egyáltalán nem szükséges. Csak akkor, hogyha úgy nevezzük, hogy komplikált gyász, amikor olyan mélységű, és nem tud aludni, és nem tud enni, és elhúzódik, akkor feltétlenül igen. De egyébként lehet hasznos, mert én mindig azt mondom, hogy én, ha eljönnek hozzám, hogy nekem az a szerepem, hogy én egy idegen vagyok, és egy idegennek A-tól Z-ig el lehet mesélni, hogy mitől én gyerekkoromban már arról álmodtam, hogy nagy családom lesz, tehát ilyen hosszasan, mert a barátoknak nem lehet ilyen nagyon részletességgel, és még az az én szerepem, hogy én tudom megmondani, hogy hát te normális vagy, hát ez normális, ezek a reakciók normálisak, és mindig ezen nevettünk is, mert hogy tényleg, mert nem látunk gyászolókat, és azért nem látunk, mert egy olyan társadalomban élünk, vagy olyan kultúrában élünk, ahol az erős ember dívik, hogy én erős vagyok, én megbirkózom a nehézségekkel, és van egy elvárás is, hogy már mosolyogni kell pár nap múlva, meg hogy ne terheljük a szomorúságunkat másra. És mivel ez emiatt aztán nem látunk gyászoló embert, nem vagyunk képben a gyász fogalmát illetően. Nem tudjuk, hogy az egy sokszor az őrültséghez hasonlít. Tehát olyan mélységű lehet, hogy az őrültséghez hasonlít, miközben az normális. Na és akkor eljön hozzám, hogy fú, hát, hogy velem van valami baj. Mivel még sose látott ilyet, szerintem, hogy vele van baj. És akkor mindig szoktam azon nevetni, hogy az az én dolgom, hogy én megmondjam, hogy te normális vagy, ez teljesen rendben van, és el fog múlni. Sőt, tehát néha pont az a baj, amikor nincsen reakció semmi, hanem olyan sikeres az elfojtás, hogy ő semmit, tehát ő azt éli át, hogy ő milyen erős, és akkor ő milyen jól van, de valójában hosszú távon az nem szolgálja a lelki egészséget. Beszéljünk egy kicsit arról is, a témát továbbvéve, amikor az anya az abortusz mellett dönt. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, hogy mely helyzetekben indokolt ez, és a nehéz kérdés, hogy kinek a joga ez, hogy az anyáé vagy a magzaté? Hú, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ez nagyon nehéz kérdés. Az biztos, hogy nem hatalmi szóval kellene, tehát hogy nem ilyen kormányok döntése az, abban meggyőződése van, hanem ezt a szülőpárnak kell eldönteni, és egyes szülőpárok döntése kell, hogy legyen, és abba belefér az is, hogy úgy gondolják, hogy világnézetükkel teljesen összeegyeztethetetlen, mert úgy tekintik, hogy ez valójában gyilkosság, és mégis úgy döntenek. Tehát, hogy még ilyen is belefér, hogy ez nem úgy van, hogy aki úgy dönt, hogy megválik a babájától, az egyértelműen egy érzéketlen, felelőtlen, hanem itt nagyon sok szempont van. És a legnehezebb időszaka a döntés időszaka. Tehát az viseli meg legjobban a nőket is, hogy nagyon sokszor, tehát ez az anyai ösztönnel ellentétes döntés, tehát a szívük nem e felé menne, de,
de sem a körülményeik sem, nem tudom, nagyon sok minden, például nem vállalja az édesapa, vagy fiatalról van szó, akkor a szülők is pressziót gyakorolnak, hogy de igenis meg kell válni. Úgyhogy nagyon nehéz ez a döntési időszak, de amikor meghozzák a döntést, akkor viszont így megerősítik magukat, és akkor a kórházban jellemzően ez látszik rajtuk, ez az erő. Nem mindenkinél, mert vannak izokok, de azért nagyon sokszor ez az erő, mert muszáj neki valahogy végigcsinálni. És a gyász akkor kezdődik, amikor hazamegy. De nem mindenkinél, mert egyrészt van, aki erről úgy gondolkodik, hogy de hát az csak egy sejt foszlány, vagy nem is tudom. Tehát, hogy nem nincs tisztában azzal, hogy már, meg hát ez egy vitatott dolog is, hogy hol kezdődik a fogantatásnál, vagy később. És hát nagyon sokan úgy tekintik, hogy ez még csak egy ilyen kis sejtszafat. És akkor nem gyászolja meg. Viszont én nagyon sokszor találkoztam olyannal, akinek évek múlva jött elő a fájdalom, vagy évtizedek múlva jött elő a fájdalom. És akkor van olyan is, aki hazamegy, és abban a pillanatban kezdődik a gyász, és bűntudat, és rengeteg szomatikus tünet megjelenhet, amit nem biztos, hogy összehoz azzal, hogy az abortuszával volt összefüggésben, hanem csak gondolja, hogy mit tudom én, de visszavezethető. Tehát a gyász folyamata, akkor kimondhatjuk, hogy ez megkerülhetetlen, vagy elkerülhetetlen, előbb-utóbb utolér tulajdonképpen. Még ezt se jelenthetem így ki, mert szerintem van, aki egy életen át képes Igen? ezt így elfolytani, hanem inkább azt mondom, hogy az megjelenik más módon. Aha. Például igen, tehát hogy nem úgy, hogy ő azt tudja, hogy ez egy gyász, hanem olyan módon például, hogy szétmegy a pár. És a családállításon nem mindenki hisz ebben a családállításban, de nagyon sokszor ott kiderül, hogy egy válásnak a sok éve elkövetett művi abortusz az oka. Mert hogy olyan is van, hogy tudattalanul egymást hibáztatják, közös döntést hoznak, teljesen megbeszélik, és amikor megtörténik, akkor például a nők, tehát van egy ilyen tudattalan dolog, hogy a férfi nem védett meg engem, még önmagamtól sem. Milyen érdekes. Tehát, hogy neki kellett volna, igen, tehát hogy neki kellett volna okosabbnak lenni, bölcsebbnek lenni, és persze fordítva a férfi is gondolhatja ezt, de illetve nem gondolja, ezek tudattalanul működnek, de egyszer csak már az ágyban nem kívánják egymást, mindenféle van, és nincs szó gyászról. Igen. Nem is tudják, hogy ők gyászolják. Nem. Megütötte a fülemet, amit még a beszélgetésünk kezdetén mondtál, hogy jogfosztottak vagyunk a gyászban. Igen. Mint ahogy nagyon sokszor abortusz kapcsán megbélyegzettek lesznek a nők. És nem is tudom, inkább azt kérdezném, hogy a nőt, az anyát bélyegezzük meg, vagy miért van ez a kívülről jövő ítélkezés akár, és hogy ezzel mit lehet kezdeni? Igen, hát a nő az elszenvedője a művi abortusznak is, ami ugye egy komoly fizikai beavatkozás, és nagyon sokszor a utána következő megbélyegzésnek is ő a kárvallottja. Hogy ez például, mivel szégyen kíséri, nagyon komoly szégyen, és ezért nem is kérnek segítséget, vagy nem kapnak, hát beszéltünk ugye az előbb a környezet segítségéről. Hát művi abortusznál ez nagyon nincsen, elvétve, ha valakit bizalmába avott a pár, de egyébként súlyos titok ez, és akkor emiatt nem kapják meg a segítséget sem, ezt szégyennek, és nem, és amikor pedig nagy a baj, akkor sem fordulnak professzionális segítőhöz. Csak ritkán, amikor már nagyon, nagyon ég a ház.
De mi is volt a kérdés, hogy nem tudom, a kérdés más volt. Hát, hogy egyáltalán ez, hogy mennyire van az, hogy megítéljük a másikat, és hogy ilyenkor az anyát vagy a nőt, és hogy mit tud ezzel kezdeni, de hát erről picit érintetted, és kezdtél beszélni, ez volt a kérdés, igen. Igen, azért akkor igen, akartam ehhez hozzátenni, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a társadalom, mert hogy lenne erre megoldás, az örökbeadás. Mert hogy lehet az, hogy egy pár nem képes felvállalni még, mert valóban olyan, például fiatalok esetében, nagyon fiatalok, vagy bármi esetében, vagy egyszerűen azért, mert én úgy érzem, hogy én nem vagyok anyaságra termett és kész, és nem tudnám szeretni a gyerekem. Na és akkor erre megoldás lehetne az örökbeadás. De hogy míg az abortuszt elfogadja az emberek túlnyomó többsége, vagy hallgatólagosan elfogadja, és egy örökbeadásnál viszont ez a megbélyegzés, ez sokkal súlyosabb. Tehát megölni az oké, okay, de mi az, hogy egy anya lemond a gyerekéről, hát úristen, hát milyen ez, milyen ember ez. Pedig hányan örülnének egy kisbabának. Vajon mitől van ez a társadalunkban? Itt hirtelen ez vetődött fel bennem, hogy lehet ezt egyáltalán mérlegre tenni, és mitől van az, hogy ez még nem fordult át, hogy hát örökbe adom. Talán attól, hogy nem tudok utána szembenézni, hogy a gyerekem él, és én nem törődök vele, vagy a környezet, amit említesz, azt nem tudja az ember feldolgozni, hogy majd mit szólnak majd, mert azért ez elég nagy társadalmi problémánk az ítélkezés. Megbélyegzés, ítélkezés, ugyanúgy tartunk. Azt titokban lehet tartani. Az tehát akkor ez ki lehet, igen. Titokban, az meg abszolút kiderül, ez az egyik. A másik meg tényleg az is azt elképzelni, hogy valahol ott nől a gyerekem. Tehát azok, akik úgy képzelik, hogy az megfogant élet még igazából nem is igazi élet, hanem nem tudom, egy kis sejt, a sejtosztódás, ő nekik azt könnyebb elfogadni, mint az, hogy valahol él a gyerekem, és én pedig lemondtam róla. Tehát az egy életre szóló. Egy műviabortusz az gondolja, hogy feldolgozza, és akkor túl van rajta, bár van, aki soha nem bocsát meg magának. De mégis, de az, hogy közben valahol van egy gyermekem, az azért az egy tényleg nem akármilyen teher. Kicsit érintsük azt a szegmensét is a történetnek, amikor már egy szülő úgy temeti el a gyerekét, hogy a gyereke nem koraszül, nem akkor született, hanem már lehet akár 20-30, akár több éves is. Azt gondolom, az sem egy normális helyzet, amikor a szülő temeti el a gyerekét. Ilyen helyzetben már van egy élet mögötte, idősebb a szülő, mégis ő temeti el a gyerekét, talán tapasztaltabb, van más gyereke is lehet akár. Hogyan áll neki ennek az útnak, a gyászolás útjának, a feldolgozás útjának? Hát nagyon egyéni. Például aki hívő, az azért jobban el tudja fogadni, mert úgy gondolja, hogy talán jó helyen van most, vagy ez volt a sorsa, ilyen is van, aki... Én is egy kicsit abban hiszek, bár az én hitem nagyon eklektikus, én is csak egy kicsit arra hajlok, mint Seneca mondta a Vigasztalások könyvében, amikor egy olyan édesanyát vigasztalt, akinek a csatatéren nyílveszével lelőtték a fiát, és úgy vigasztalta, hogy nem azért halt meg a te fiad, mert eltalálta a nyílvessző, hanem mert addig volt neki kijelölve. És ha valaki, tehát én hajlok arra, hogy van egy ilyen dolog, de a hiány az akkor is az valami rettenetes, hogy nem tudom megölelni, nem tudok beszélni vele. Tehát, hogy a hívőknek is ott van az, hogy tudom, hogy jó, hát ő neki nem lett rövidebb az élete, mert ennyi volt kijelölve, ez rendben van, de hát nekem nagyon-nagyon hiányzik, és ez igencsak hosszú idő, amíg egy szülő ezt képes elfogadni. Viszont az egy téves hiedelem, hogy egy anya vagy egy apa soha többé nem lehet már boldog az életben, ha elveszíti a gyermekét. Van egy ilyen. És ez nem igaz.
Ez nem igaz, mert nagyon sokan eljutnak a megbékélésig. A hiány ott marad, de nem olyan gyötrő módon, de már nincs olyan fájdalom, tehát a gyász fájdalma az képes elmúlni. Sőt, van egy ismerős pár, akik 30 évesen elveszítették a harmadik gyermeküket betegségben, pár éves volt a gyerek, és akkor egy nem olyan túl hosszú gyászfolyamat után, mondjuk 2 év után, vagy 3 év után, azt mondta a feleség a férjének, hogy milyen szerencsések vagyunk mi, hogy mi ezt a életbölcsességet már 30 éves korunkban megkaptuk, amit mások 80 éves korukra sem. Tehát, hogy már van egy ilyen, ez nem azt jelenti, félre ne értse bárki is, ez nem azt jelenti, hogyha választhatnának, akkor inkább a gyermeküket választanák. De hogy ha már megtörtént, akkor viszont észreveszik a benne rejlő ajándékot. Beszélnünk kell még azokról a nőkről, akiknek nem lehet gyerekük, és ők is valamilyen szinten egy gyász folyamatot élnek meg, vagy hogy azzal a felismeréssel találkoznak, hogy nem lehet. Ezekről igen, mit tudsz mondani? És van, aki eljut az elfogadásig, és képes egy boldog életet teremteni magának, és másban megtalálni az életének az értelmét, célját. De vannak, akik életük végéig szomorúak emiatt, mint például Poltz Alen is, aki ugyan mondta idős korában, hogy a könyvei az ő gyermekei, és ezzel próbálta magát vigasztalni, de elmondta, hogy élete végéig az egy hiány és fájdalom. És aztán vannak, akik nagyon küzdenek, és mindenféle lombik programon részt vesznek, és aztán eljutnak odáig, hogy sikerül, vagy nem. És akkor, ha nem, és nagyon sokszor megpróbálták, akkor mindig újabb és újabb és újabb gyász. Tehát az egy nagyon-nagyon nehéz, és hát ott is megtörténik, hogy a szülőpár aztán ezt nem tudja elviselni, és elválnak, vagy megszületik végre nekik keservesen egy kisbaba, és utána válnak el. Ilyenkor mi a jobb, elfogadása annak, hogy nem lehet, vagy ez a sok próbálkozás, ami akár sok gyászzal is járhat? Ez világnézet kérdése is, hogy ki hogyan gondolkodik az életről, hogy nagyon sokan nem mennek bele ilyen erőltetett menetben, mert úgy vélekednek, hogy hát akkor úgy látszik, én nem anyaságra termettem, és akkor szomorúan, de elfogadják. Én nem lehet azt mondani, hogy mi a jó. Hát aki, olyan gyönyörű lombik babák is vannak, és annyira boldog szülők, akik a lombikkal jutnak babához, úgyhogy kinek mi, ami fontos. És hát vannak, akik meg egyáltalán nem is akarnak. Most jelent meg egy könyv, Tanács Eszter könyve, nem is jut eszembe a címe, hogy anyák gyermek nélkül. És akkor abban az egy interjúkötet, és ismert színésznők is, meg ismeretlen emberek is vallanak arról, hogy miért nincs gyermekük. És közülük többen nem is akartak soha. De hogy ott a társadalmi nyomás, hogy hát egy nőnek ugye az egy elvárt kötelesség, hogy szüljön. Tehát, hogy ferde szemmel néznek arra, akinek nincs. És ha már említesz interjúkat, akkor mindenképp említsük meg az Asszonyok álmában síró babák interjúkat, amelyből olvastunk egy párat mi is ezekből a tanúságtételektől általad szerkesztett és írt könyv, és nagyon megrázó volt számomra, ezért is keresem itt a szavakat, hogy rögtön arra gondoltam, miután elolvastam, és túljutottam rajta, hogy ha egy kicsit megfordítjuk ezt az egész helyzetet, és nyilván azon túl, hogy te ennek szakembere vagy, te is valahol ember vagy, hogyan tudsz ezekkel a történetekkel szembesülni, és feldolgozni, és végigmenni ezen? Engem roppantul érdekel, hogy szakemberként és emberként hogyan tudsz ezekkel a történetekkel lenni? Hát természetesen megérintenek, de
Ennek örülök, mert az nagy baj lenne, hogyha nem érítene meg, hanem csak így mondanám az okosságokat, és akkor tanult okosságaimat, megérintenek, igen. Amikor az interjúkat készítettem, egyébként azok különösen megrázóak voltak, és olyan érdekes volt, hogy amikor beszélgettünk, akkor nem annyira rázott meg, de amikor hajnalanta írtam be ezeket a szövegeket, akkor meg sírtam is. Tehát, hogy valahogy prolongáltam ezt a fájdalmat. De ebben szépségek is vannak, mert amikor a személyiségfejlődésről beszélünk, akkor meg ott van a hozadéka is egy ilyen megküzdött valaminek. Milyen visszajelzéseket kaptál? A könyvvel kapcsolatban? Igen, a könyv kapcsán, igen, igen. Hát nagyon érdekes, például maguk az interjú alanyok visszajelzései, azok érdekesek voltak, azt mondták, hogy rápillantani a saját életemre felemelő volt. Nem a fájdalmat láttam benne, hanem hogy gyönyörű, hogy az élet az ilyen, hogy fájdalmakkal és szépségekkel együtt valahogy. Bár az az igazság, hogy ezek az interjúk úgy is voltak megírva, hogy egy kicsit ilyen balladisztikus, amit nem is tudom, és ezért ők maguk egyszerűen azt mondták, hogy hát gyönyörű az én életem. És mások visszajelzése, az a visszajelzés, hogy ez egy gyógyító könyv. Igen. Hogy aki elszenvedett ilyen veszteséget, és olvas ezt a könyvet, akkor azt mondta, hogy ez gyógyító. Megmutatom a könyvet egyébként. Ez nagyon szuper. Jó lesz. Én is, igen, én is, bár nem vagyok a helyzetben, de olvasni abszolút empátiára sarkalt, és rögtön ajánlottam sok ismerősömnek, hogy olvassa el, akár a helyzetben van, akár nem. Akár érintett, akár nem. De valóban igen. Ezt a kettősséget éreztem én is, hogy annyira fájdalmas, és közben meg valahogy olyan gyönyörű. Katartikus. De hát valami szépet értem meg én is, és nagyon örülök, hogy különösen mondod, hogy az interjú alanyoknak is egy közelséget adott a saját történetéhez, egy utat tulajdonképpen, hogy rápillantson a saját valóban maga ez történetére. Egyébként ez a katarzis szó jó, hogy mint a görög sors tragédiáknál is az van, hogy mi nem szenvedünk a végén, hanem felemelkedünk. Igen, hát a félelem és a részvét vegyült, és tulajdonképpen ez váltotta ki. A műsorunk Igen. végéhez értünk, és szeretném, hogyha egy picit összegeznénk így a nézőinknek, hogyha valaki a gyász útján indul el, akkor mik azok a lépések, amikre figyelnie kell, amiket fontos szem előtt tartani, amelyek a fogódzói lehetnek? Legyen türelmes önmagával szemben, hogy ez egy folyamat. Tehát ez nem olyan, hogy meg lehet gyógyítani gyorsan, hanem egy folyamat. Tehát a türelem az nagyon fontos, és hogy ne sürgesse a gyász folyamatot, hanem legyen benne elfogadás, és hogy hát az a lényege, hogy ki kell fájni magunkat, tehát hogy az alagútból egyszerűen benne vagyunk, és ki kell jönni a fényre. Hát legyen ez a végszó, én azt gondolom, ez egy nagyon jó végszó a műsorunkra, és nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, ha nem is élőben, de legalább így tudtunk találkozni, reméljük, hogy tudunk majd élőben is, és akkor majd igazán fogjuk érezni itt egymást a stúdióban is. Köszönjük, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. És köszönjük, hogy itt voltál még egyszer. Vigyázz magadra, és minden jót kívánunk neked is. Mi is neked. Önökkel nézőink találkozunk jövő hétfőn, ismét egy újabb izgalmas témát boncolgatunk. Tartsanak velünk akkor is. A viszontlátásra. Viszontlátás.